Nemzeti imádsággal kezdődött a jubileumi ünnepség. Baktalú rendháza várossá válásának 30. évfordulóját ünnepelték a Degenfeld Kastély Múzeum parkjában. Nagy Lajos polgármester köszöntőjében számba vette az utóbbi évek fejlesztéseit. Sok mindenről szó esett, mivel sok minden történt, hál' Istennek Baktalú rendháza az elmúlt 30 évben. Nagyon sokat fejlődött a város, nagyon sok közszolgáltatás létesült a településen. Természetesen van még hová fejlődni, hiszen még mindig vannak olyan tereink, városközponti területeink, amelyeket fejleszteni kell. Szeretnénk a meglévő szolgáltatások színvonalát még tovább javítani, még tovább fejleszteni, hiszen változik az idő, változik a világ, és szeretnénk ezt követni a fejlesztésekkel, amelyeket a jövőben szeretnénk megvalósítani. Ha a kenyeret alkotó összetevőket csak egymás mellé rakjuk, akkor jön egy szellő és elfújja. Kell hozzá valamilyen kovász, valami, ami organikus egységgé fogja össze. Fogalmazott beszédében Kovács Sándor, országgyűlési képviselő. Azt gondolom, hogy egyrésztről maga a város kisugárzás az itt terő emberek, bár én szatmári fiú vagyok, de a Nyírségnek a szélén vagyunk, egy csodálatos erdőnek a közepén, ahogy elhangzott a köszöntőkbe is. Azt gondolom, hogy ez a természet adottság és az emberek vendégszeretete adja azt a fajta pluszt, ami miatt ide érdemes eljönni, kicsit pihenni, és akkor megkülönböztetjük a városlakót, hiszen azt gondolom, hogy a városvezetésnek az a feladat, hogy az itt élő emberek jólétének, jó érzésének lelkületét ápolják, akár beruházásokkal, akár működő intézményekkel, óvoda, iskola, bölcsőde és egyebek, egyházak, tehát ez az egyik feladat. A másik feladat, hogy az ideérkező turistáknak mutassunk valamit, hiszen el kell vinni a jó hírét ennek a városnak, meg kell mutatni, hogy itt milyen szép rend van, milyen rendezettség van, virágos van, virágosak a parkok, nagy szabad terek vannak, közösségi élmények vannak, van turisztikai attrakció, ami a Degenfeld kastélyt jelenti, van turisztikai attrakció, ami egy szállodát jelent, négy csillagos superiorral. Tehát azt gondolom, hogy van mire van büszkének lenni. De van mire büszkének lenni, vannak fejlesztési elképzelések is, és az itteni emberek polgármester vezetésével, képviselőtestülettel tudnak gondolkodni, akarnak gondolkodni, hogy mi legyen az a jövőbe befektetett energia, amitől még jobb lesz az itt élő embereknek a lelkülete, és még több turista fog ide érkezni. Rendben ő szemmel ők a fényben, rózsafa ugrik át a süvényen. A zenés verses produkciókkal tarkított ünnepségen köszöntötte a város lakóit Román István főispán, majd elkezdődött a városi kitüntetések átadása. Többek között Nagy Katalin munkáját is elismerték. Baktalú rendháza szülötte vagyok. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben hittel, szeretettel és reménnyel végeztem mindazokat a feladatokat, amelyet rám bíztak. Sikerült nagyon jó szociális és gyermekvédelmi hálót kiépíteni Baktalú rendházán. Több pályázatban közreműködtem. Igazából én ezt önzetlenül szeretettel tettem, azért a városért, ahol születtem. Annyiból könnyű dolgom volt, hogy voltak olyan emberek, akik fogták a kezemet, és sokat tanulhattam tőlük. A pénteki nap programja az ünnepséget követően egy kiállítás megnyitóval folytatódott, 30 éves városunk címmel a Degenfeld Kastély Múzeumban.